Jaj, ott van valaki, azt látom. Mondjuk erre konkrétan emlékeztem is. De arra nem, hogy utána ajtón is egyből kijön valaki. És levesz 20 HP-t tőlem. Talán ki tudom minden mestre lövészkedni, ha ügyes vagyok. De jó, de persze onnan még azért eltalálnak, hogy az édesanyukád... Van, azért nem vagyok annyira tökéletes, hogy most ezt ne tudjam elviselni. Most ez hova jött? Ide? Jó, és még onnan én megyek mögé, és még ülő le engem, na álljon már meg a menet azért! Hú, de ez nagyon frusztráló egy rész. Esküszöm, könnyebb volt még Norvégiában is. Teszvesegű makik ellen is könnyebb volt harcolni. Ja, és még jön még egy, hát ez baromi fel. Szerencsé, hogy most fel voltam rá készülve. Hát, hogy elnézem, azért valamivel a MP4-ben gyorsabb, mint a Sten. De azért azt hozzá kell tenni, hogy jóval-jóval hangosabb is. Ó! Ó! Mi van ezzel? Júj! Úristen, oké, ezt nem láttuk. ID Software, nem láttam semmit, jó? Nem igaz már, én lenne, aztán még ő talál el! Nem igaz, komolyan mondom, ez annyira unfair. Hát akkor... Bánatomba át is mászok ide, egy titkos helyre. Valahogy éreztem, hogy ez titkos. Ó. Ja, ez volt az a koponya. Meg egy kis lőszer és... pluszba hozzá még... medikit. Na, mert talán több esélyem van. Csak erre meg nem tudok átmenni. Áttörni sem tudom. Most innen hogy másszak vissza? Most ezt áruljátok már el nekem. Megpróbálom átizélni, hát ha átrobban. Nem úgy tűnik, mintha nagyon akaródzana. Hát akkor most elpazoltam kettő grátot, de úgyis tök mindegy, mert most kaptam kettőt. Hogy ezt ilyen könnyű átugrani, akkor repes a szívem. Na jó, van kész. Azért nem fogok itt 10 HP-ot ilyen szarokon elveszteni. Jó, ez a lépcső, jó, ez a lépcsős kurva, akkor én emlékszem már. Ezzel is meggyűlt a bajom azért. Jó, csak itt még tovább akart nekem akrobata mutatványokat csinálni, de nem, mert nem baj, mert a halálából úgyis akkor akrobata mutatványt csinált, hogy itt lekorcsolyázott körbe a lépcsőn. Ez szép volt. Uha, nekem ez a zene nem tetszik. Ja, azt hiszem, akkor közeledünk a boss fighthoz. Ja, meg ott még átülő valaki. Na, még mellettem is. Hát ez így nagyon fair. De akkor ide most egy gránátot bedobok. Aztán felmászok. Ó, de azért megtettem a hatását vele. Végre egyszer valakit el is találtam a gránáttal. De az mi, hogy gyorsabb azt tennél, mint én azért? Nem sokkal profibb nálam. Jó van. Ő is lekorcsolyázott azért a lépcsőn, de nem fogok még egyszer visszamenni. Itt úgyis van két medik, itt meg még egy ilyen. Mennyi van ezekből, rohadjak meg! Tényleg sokkal többet tud azzal a szarral lőni, mint én. Hé, most kilóg a segge? Jól láttam? Hát, remélem nem. Na. Ó, ezt szépen átküldtem. Na, akkor menjünk tovább. Arra nem lehet, csak erre lehet. Utálom az ilyen vaskapukat. Néha olyan indokolatlan helyeken vannak. Ó! Ó, jajajaj! Oké. Elég volt a pervers gondolatokból. Jobb el se kezdeni igazából. Mert nem kezdtem el, de ilyet jobb el se kezdeni. Ott van egy piszok, innen látom. Meg is. Átadtam szépen a fejét. Meg itt is van egy. Ja, meg ott is van egy. Na, arra nem számítottam. Az engem szépen átbaszott. Meg a másik is.
Van itt meg itt egyáltalán? Tök mindegy, most már. Amúgy van. Csak fel is kéne tudni szedni. Na. Igen, kész, igazából elfogytak a asszonykák. Más úgy sincsen, talán. Ja, mondjuk ez a szőnyeg, talán, de... tovább út az nincsen. Ez az egyetlen tovább meneteli lehetőség. És szintén... ja? Na, vajon most mi jön? Igen, szerintem akkor kész is van a pálya gyakorlatilag. Igen, kész is van. Most jön szerintem a boss fight. Ajajajaj, na ez kemény lesz. De most akkor be is fejezem, hogyha már itt tartunk. Meggyalázott. Ja igen, ez ugyanaz a szöveg. Gyakorlatilag itt van. Ez a boss fight, jól megmondtam. Innen a képről megmondom, hogy ez a boss fight helyszíne. És lehet is akkor látszani, hogy mi történik Helga Fumbulóval, akivel harcolnunk kell, de nem akármilyen körülmények között, mert ennyi változás megesik majd. Szerintem ezt a szertartáson mi az Istentől sietetni akarja. Ez a csávó az útjába áll. És hát Helga ezt meg is fogja jutalmazni jó náci módon. Ott van hátul az a ereke vagy micsoda. Azt kell majd nekem is elcipelnem. Szerencsére rá nem lesz olyan hatással, mint erre a nőre. Aztán ha ezen túl leszünk, akkor végül is mehetünk is továbbra. Alig tűntek eszülve a Wolfenstein történetében. Nem kell itt nagy fenyeget a dolognak, mert most az első szakasz boss harca, igen, de hát ez nem túl nehéz még. Na majd amikor az ilyen super soldierek jönnek majd, na ott aztán lesz szívás. Ott még többre próbálkoztam, mint itt a asszony hadsereggel. Na, látjátok? Nagyon, nagyon nem akarta engedni a csávó, ezért most hága jó náci módon megütalmazta, lelőtte. És hát végre is hajtja ezt a szertartást, amit csinálni akar, már rohadtul elfetettem, angolul meg nem értek, és most hallgassátok a hangokat. Na, tőlük bezzeg már fosott. Tőlük bezzeg már fosott. Így tovább mennék erőbe, amik alattam a talaj, egy... szerencsére már üres hírkamrába, kerülök egy régészeti ásatás területére, ahol már kapok medikitet bőségesen, hogy esetleg a halál sarkából felholtan kerültem volna ide, akkor se legyen probléma, gránát, MP40, lőszerek, még egy MP40, talán tele is vagyok. Igen, MP40-nel tele vagyok már teljesen, Thompson-t azt nem kapok, itt sem, mert hát Thompson az amerikai gyártmány, ha jól tudom, de mindenképpen, semmiképpen nem német, és hát akkor itt aztán, amire most sokan nem fog szerintem menni, úgyhogy a gránátokat kell használnom. Hát akkor jön a boss fight a romos katedrálisban. Itt van hát a romos katedrális, és szembesüljünk akkor hát Helga Fumbuló új manifestációjával. A drabál szörnyeteggel, vagy Yetivel. Ja, aztán kapunk ezen egy pár ilyen különös sámánt, úgyhogy el is bújok ide gyorsan, és mentek. Ezek hagyományos sámának, akkor tévedtem. Ott jön Helga Fumbuló, aki elég érdekes lépteket tesz meg. Egy hát folyamatosan jönnek a sámának. Helga pedig ilyen óriás koponyákat idéz, vagy nem tudom mi. De az tény, hogy szerencsére nem túl intelligens ellenfél, így nem fogja tudni elkerülni a gránátokat. Szerencsére én vissza tudok menni erről a helyre, úgyhogy akár el is bújhatok. Ilyen formán a piszok ellenfelek ellen. Mondjuk lehet, hogy azért ezt nem kéne ennyire elhanyagolnom, mert tényleg rá fogok fázni. Ja, egy koponya azért még elkapott, hát jól van. Bocsánat, nem beszélek közben igazán, de ez most elég nehéz minek lesz. Lehet, hogy ez fel fog még kelni. De nem érde. Igen, fel fog megkelni. Na.
Itt az ideje akkor, hogy most akkor megkeresem a gránátokat és Helgafonbukot felrobbantsam ezt a hatalmas... Ez Jabbal, tudom már, azt akartam mondani, igen. Jabbal a csillagok háborújából. Mondjuk nem olyan nagy darab. Amúgy a felhőkösön is eléggé látszik, hogy egy textúra. De nem akarok illúzió romboló lenni, úgyhogy ezt nem említem meg. A táj egyébként is szép, ott még ilyen náci ilyen rádiótorony is van, vagy mi az ilyen jelzőfény. Beckön. Na, kéz is van? Még nincsen. Hogy galvanizálnál kukazsírral, te? Hát ezt közelről elkapaszt, én eléggé megjárom. Ja, csak aztán még jönnek a sámának is. Van 94 HP-val, remélhetően már nem fognak problémát jelenteni nekem ilyen apróságok. Egyébként nevetséges, hogy ez a szörnyetek hogyan fut. Már reaktor is megmondta. Én is furcsáltam, de nem találtam jó hasonlatot rá. Na. Igazából ez bossharcnak nem túl nehéz, inkább hosszadalmas. Na. Na, na, na. Ja, erre gyorsan át is kéne menni. Csak hát a erekje helye zárva van egészen addig, amíg én meg nem ölöm Helgafonbulót. Látjátok, azért el fog tartani egy darabig. És lehet, hogy nem kellett volna ide bejönnöm, mert most szépen csapdába vagyok csalva. Távolról a koponyák nyírnak ki, közelről pedig az a szörnyeteg elkapja a valagamat. Úgyhogy kismenek. Ó, jaj. Na, ez a baj, hogy ez a szörnyeteg is ilyen koponyákat hív le, mint a sámának. És hát az meg el is feketít, és nagyobbat is sebez. Na, halljál meg végre! Na, lehet, hogy meghal. Meghalt! Halleluja! Ó, egy nagyon gyönyörű véres robbanás keretein belül távozott is a... Mi az, hogy is olmaz? Hát ez nem az élő sorában, mert ez már minden csak nem élő. Megöltem végül is, és akkor ezzel ki is nyílt ez a hely, ahol itt van a darabokra tépett Helgafonbuló. Ott van a földön. Rá is zoomolok akkor a Mauserrel. Ott van kb. Ami maradt belőle. Nagyon guszta. És hát akkor itt az erekje. Amit fel is szedek, és ezzel készen is van akkor az első küldetésszakat. Megszedtem a Wolfenstein kastélyból. Átjutottam a Wolfsburgon, túléltem a katakombákat, a templomot. Legyőztem a mutánságra von Bulót, és itt jön egy amerikai repülőgép, már benne is ülök. Alának szép háttér mellett a repülőgép szépen megy. Ahol ott jön értem egy katona, vagy ez talán én magam vagyok, B.J. Blazkowicz. Elég a dolgon átmetem, szerintem azt most már megérdemeljen pihenjek és odatérhessek.